Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hadd kezdjem én is egy apró kicsi történettel. Egy édesapa az 5 éves kisgyerekével kint a kertben ügyeskednek, kertészkednek, és a gyerek kezd beletanulni a fogásokba. Éppen egy fűnyíróval barátkozik, édesapa kezébe adja, hogy hogyan kell tolni. Kisfiúcska nagyon vidáman tolja, és ahogyan kellene fordulni, egy gyors mozdulattal a kert legfőbb díszét képező tulipánoknak körülbelül a kétharmadát lekaszálja. Az apának az arca vörös lesz a méregtől, már nyitná ki a száját, abban a pillanatban nyílik a háznak az ajtaja. Jön ki az édesanya, egy másodperc alatt fölismeri, hogy mi itt a helyzet, és odalép a férjéhez, halkan azt mondja neki, hogy István, ne feledkezz meg arról, hogy gyereket nevelünk, nem tulipánokat termesztünk. A történet az főleg gyereknevelésről szól, de egy kicsit átvittebb értelemben talán ennek a tábornak az alap témájáról, a teremtés védelemről, a harmóniáról, a teremtett világgal. Ugyanis, amikor az egyház erről beszél, hogy teremtés védelem, akkor főleg nem növény és állatfajok védelmére gondolunk. Nem egy zöld mozgalomnak leszünk mi is a pártolói. Hanem, ha a teremtett világ védelmére gondolunk, az egy sokkal egyetemesebb dolog, jelenti mindenek előtt és elsősorban magának az embernek a védelmét. A teremtett világnak a legnagyobb kincse az ember, aki legalább egy kicsit a teremtőnek, az Istennek a jóságát, szépségét képes befogadni, képes szeretni. A hatalmas csillagmilliárdok között a teremtő Isten számára a legértékesebb, legfontosabb teremtménye az ember. Óvni a teremtett világot mindenek előtt ezt jelenti, óvni az emberi életet. Tisztelni az életet a fogantatástól, a természetes halálig. Óvni a beteget, a gyöngét, a szegényt, az időst. Óvni a házasságot. Óvni a kultúráinkat, az anyanyelveket. Amikor beszél a zöld mozgalmak nagy része biodiverzitásról, akkor az egyház azt mondja, hogy a legértékesebb biodiverzitás az emberi kultúrák. Nem annyira sokfajta állat és növényfaj, hanem leginkább az emberi kultúra végtelen gazdagsága. Úgyis a teremtésvédelem egy sokkal tágabb téma, mint amit elsőre feltételeznénk. Ferenc pápának a teremtés védelméről szóló körlevele, a Laudato Si, ami Szent Ferenc naphimnuszának az első sorát kapta címül, leginkább az egyház társadalmi tanításáról szóló körlevelekhez hasonlít. Rengeteg téma van benne. Olyasmi, mint talán hallottunk erről a legelső nagy körlevélről, a Rerum Novarum. A legszegényebbek, a munkások jogainak védelméről szóló pápai írás. Rengeteg szó van Ferenc pápa körlevelében a szegényekről. Ugyanis a környezet pusztításának a legfőbb áldozatai elsősorban a szegények. A környezet pusztítását az iparilag fejlett országoknak a számlájára írhatjuk több száz év óta, végzi sajnos az ember ezt a környezetpusztító tevékenységet, de ennek az áldozatai elsősorban a legszegényebb fele barátaink. Aki nem tud a lakásába klímát szerelni, nem tud ásványvizet venni, kénytelen a szennyes vizet inni. Jelenleg a föld lakosságának kb. 17%-a él úgy, hogy gyakorlatilag soha tiszta vizet nem tud inni. Ha a gyereke szomjas, akkor egy ilyen kicsit szürkés vizet tölt neki a pohárba, vagy megissza, vagy szomjan hal. A föld lakosságának 17%-a él így. A környezet pusztítása elsősorban a legszegényebbeket sújtja.
akik a szennyezett levegőt kénytelenek szívni, akik a rettenetes hőség elől nem tudnak hová menekülni. Hogy mennyire pusztul a környezetünk, hadd mondjak egy döbbenetes példát erre. 1963 óta, amikor ezt a jelenséget elkezdték figyelni, Afrika egyik legnagyobb tava, Csád tó, ami 4 ország területére terjedt ki. Ez egy hatalmas édesvízkészlete volt ennek a 4 országnak. Azóta körülbelül az 5%-ára csökkent le ennek a tónak a mérete. Rengeteg állatfajnak, nagyon sok törzsnek, ezzel gyakorlatilag az élet lehetősége megszűnt. A környezet pusztítását a leggazdagabbak végzik, de elsősorban a legszegényebbek szenvedik meg. A Szentatya ebben a körlevélben arra világít rá, hogy a környezet pusztításnak az egyik legfőbb oka egy igazságtalan és embertelen, haszonelvű, szabad versenyre épülő gazdasági rendszer, amelyre ezt a mondatot használja Ferenc pápa, hogy ez a gazdaság öl. Megnyomorít családokat, földön futóvá tesz nemzeteket, élhetetlenné teszi a földet, ez a gazdaság pusztít. Sajnos körülbelül 200 év óta az emberiség ebben a tévedésben él, hogy a gazdasági élet egyik legfőbb alaptörvénye a szabad verseny. Azt mondják, hogy az evolúcióban is ez így volt. Az erősebb állatfajok győztek. Fölfalták a gyengébeket. Így tudott fejlődni az élet. Lehet, hogy nem egy túl szépnek hangzó törvény a szabad verseny, de ez az, ami működik. A gazdaság így tud pörögni. Engedni kell a gazdasági szereplőket, hogy küzdjenek meg egymással. A kereszténység meggyőződése az, hogy ez egy óriási nagy tévedés. Ez egy sátáni hazugság. Már az élővilág fejlődésében sem így volt. Nem a legerőszakosabb állatfajok maradtak meg. A legerőszakosabb állatfajok szinte egytől egyig kipusztultak. Mert vagy a saját táplálék láncukat falták föl, vagy egymást, a saját fajtársaikat falták föl. A legerőszakosabb állatfajaink szinte egy az egyben mindannyian kipusztultak. A legalkalmazkodó képesebb állatfajok maradtak fönn. És hát teljesen nyilvánvaló, hogy az emberi világban ez még inkább így van. Ha elképzeljük, hogy mondjuk egy házasságot vagy egy családot bárki a szabad verseny logikájára akarna fölépíteni, és valahogyan úgy gondolkodna, hogy legyen nekem igazam. Lehetőleg minél többször, lehetőleg mindig legyek én boldog. Hogy a többiekkel mi történik, nem nagyon érdekel. Ebből nyilvánvalóan soha boldog házasság, boldog család nem lesz. Két önző emberből, akik önmagukért küzdenek, ebből soha boldog család, boldog házasság nem lesz. És ez éppen így van a társadalomban is, egy nagyobb közösségben. Sok önző emberből, sok önmagáért küzdő cégből soha boldog nemzet, boldog társadalom nem lesz. A szabad versenyből soha gyönyörű, szép, élhető emberi világ nem lesz. A szabad verseny egy ahhoz hasonló társadalmat épít, mint egy piramis. Mindenki tör föl a csúcsra. Egyre több pénzt, egyre több élvezetet, egyre több hatalmat akar magának. És kevesen veszik észre, hogy ebben a szabad versenyes világban egyre több a belülről megkeseredő ember. Nem csak azért, mert nem tud mindenki följutni a csúcsra. Ebben a szabad versenyben a gyönge, a beteg, az idős, a szegény mindig menthetetlenül lemarad. Az erősek világát építik, a gátlástalanokét, aki átgázol a másik emberen, hogy a saját pecsenyéjét megsüsse. De nem csak ezért van annyi belülről megkeseredő ember a nyugati világunkban, hanem azért is,
mert az ember nem erre született. Nem arra születtünk, hogy önmagunkért küzdjünk. Törtessünk föl a piramis csúcsára, másokon esetleg átgázolva. Hanem az ember arra született, hogy szeressen, és adjon, alkosson és építsen. A Biblia képe a társadalomról nem egy ilyen piramis, ahol tör mindenki a csúcsra, hanem az emberi test. Ezt mondja a Biblia, egy test vagyunk, és egymásnak a tagjai. Ha az egyik tag szenved, a többi vele együtt szenved. Ha az egyik tag örül, a többi vele együtt örül. Egymásnak testvérei vagyunk. Egy idős ember nem egy teher a társadalomnak. Nem egy kellemetlen feladat, amit valahogyan meg kell oldani. Nem egy pénzösszeg, amit ki kell fizetni. Egy idős ember a testvérünk. A nagymamánk, a dédmamánk. Egy társadalom csak akkor kezd egészséges lenni, ha valahogyan így gondolkodik. 16. Benedek pápa mondta, hogy egy társadalom emberiességének az egyik legfőbb mércéje az, hogy hogyan bánik a gyöngével, a beteggel, a szegénnyel, az időssel. A mai társadalmunk sajnos gazdasági szempontból nagyon negatív utak felé indult el. Jelenleg a föld lakosságának 20%-a fogyasztja el a földön megtermelődő javak, energia, élelmiszer, ásványkincsek körülbelül 84%-át. És a legszegényebb 20%-nak körülbelül 1,4% jut. A föld magántulajdon vagyona, tehát az a vagyon, amit egyének birtokolhatnak a föld javaiból, soha nem látott módon nagyon kevesek kezében koncentrálódott. Jelenleg a földön birtokolható javaknak kb. 40%-át, összesen kb. 350 ember birtokolja. Talán soha még a történelemben ennyire nem koncentrálódott a magántulajdon vagyon. Eddig nem is volt erre lehetőség, egyrészt fizikailag nem lehetett aranyban, drága kövekben, stb. Összehordani ekkora gazdagságot, most a komputerek segítségével, számokban ez lehetséges. Illetőleg régebben a háborúk mindig egy kicsikét újraosztották a hatalmas nagy vagyonokat, ez is egy 200-300 éve legalábbis a világnak a nyugati részén megszűnt, és hatalmas vagyonok kezdtek nagyon kevesek kezébe koncentrálódni. A gazdasági válságaink legfőbb oka egész egyszerűen ez, hogy nagyon kevés helyen van a tőke, és emiatt nagyon kevés helyre megy a haszon. Ettől válik a gazdaság körforgása szinte működésképtelenné. Az emberiség előtt álló, úgy gondolom, egyik legnagyobb feladat, amitől még nagyon messze vagyunk, hogy ezt valami módon megoldjuk, még talán ott se tartunk, hogy fölvessük, az a magántulajdonhoz való jognak a korlátozása. Az egyháznak mindig is az volt a meggyőződése, hogy a magántulajdonhoz való jog az helyes. Ezért is van benne a 10 parancsolatban, illetőleg tanítjuk így a 10 parancsolatot, a ne lopj törvényt, hogy helyes az, ha van egy embernek egy kicsi saját tulajdona. Ha az embertől ezt teljes mértékben elveszik, ahogy ezt próbálta tenni a kommunizmus, akkor az emberségét csonkítják meg. Az embernek a szabad mozgásához, ahhoz, hogy tervezhesse a családja jövőjét, a közössége jövőjét, ehhez kellenek saját javak, amelyekkel ő szabadon rendelkezhet. Vagyis az emberi szabadsághoz fontos a magántulajdon. Az egyház ezt mindig is pozitívnak gondolta, és éppen ezért a kommunizmust elítélte és embertelennek tartotta. De az egyház azt is tanítja, és talán ezt kevésbé tudatosítottuk még, hogy a magántulajdonhoz való jog az nem egy mindenek fölötti jog, hanem van egy ennél sokkal erősebb Istentől eredő jog, mégpedig minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. Aki erre a földre születik, akár Kínába, akár Afrikába,
Neki is éppen úgy van joga emberhez méltó módon élni, mint nekünk. Ennek a földnek a legfőbb tulajdonosa az Isten. Ő alkotta. Mi csak egy rövid ideig kezeljük. A földnek a javai nem Rothschildé vagy Rockefelleré, hanem az Istené. Ő ennek a végső tulajdonosa. Mi csak kezeljük. Felelősséggel tartozunk minden ember iránt, aki itt a földön él. Felelősséggel tartozunk a következő nemzedékek iránt is. Nem tehetünk a saját tulajdonunkkal sem azt, amit akarunk. A magántulajdonhoz való jognak van korlátja. Ahogyan az emberiség már meg tudta fogalmazni például a fegyveres erőknek a korlátait. Nagyon helyesen eljutottunk odáig, hála Istennek, hogy lehet valaki bármilyen gazdag. Magán hadserege nem lehet. Nyilván vannak ez alól érdekes kivételek, de alapvetően az emberiség már, hála Istennek, így gondolkodik. És ez óriási módon hozzájárult a földünk békéjéhez, a béke felé vezető úthoz. Eljutottunk odáig is, hogy az emberiség világosan látja, hogy a média, ami szintén nagy hatalom, nem lehet egy kézben. Legalábbis törvények próbálják ezt valamilyen módon korlátozni. Ugyanilyen módon kellene eljutnunk annak a konkrét megfogalmazásáig is, hogy hol van a magántulajdonhoz való jognak a határa. Mennyi az, amit egy ember a föld javaiból birtokolhat maximálisan, és nem többet. Ugyanis ha nagyon kevesek kezében koncentrálódik minden magántulajdon, ez rendkívül káros, rendkívül fájdalmas, igazságtalan, méltatlan az emberiség többi része számára, akiknek ezzel a mozgástere, a döntési lehetősége döbbenetesen beszűkül. Fontos lenne tehát megtalálni a magántulajdonhoz való jognak a határait. Jelenleg a gazdasági élet egy kicsikét ahhoz hasonlít talán, mint egy rákos daganat az emberi testben. A rákos sejteknek az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy információt vesztettek. A DNS-ük valami módon meghibásodik, és nem veszi észre azt, hogy ő egy szövetnek a része. És nem szabad neki korlátlanul szaporodnia, hanem neki egy helye van a szervezetben, amit be kellene töltenie. A rákos sejtnek az alapvető baja, ez az információ veszítés. Nem tudja, hogy ő egy szervezetnek vagy egy szövetnek a része, és elkezd korlátlanul szaporodni. A mai gazdasági élet egy kicsikét ilyen. Egy mennyiségi dagadás, egy végtelenségig menő haszonnövelés az, ami jellemzi a mai cégeket és gazdasági vezetőket. Nem veszik észre, hogy ők egy szervezet részei, az emberiség részei. És nem szabadna a végsőkig dagasztani ezt a gazdasági mennyiségi növekedést. Szintén Benedek pápának a nagyszerű gondolata volt, ő mondta azt, hogy a világban a részek csak akkor fognak újra a helyükre kerülni, hogyha az emberiség újra látni kezdi az egészet. A részek, mint gazdaság, tudomány, kultúra, csak akkor fognak újra a helyükre kerülni, ha az ember újra sejteni kezdi az egész emberlétnek az okát, a célját, az értelmét. Sajnos a mai ember ezt veszítette szinte teljes mértékben, és ezért szabadult el a gazdaság egy ilyen önpusztító irányban. Egy olyan kérést kaptam a mai napra, tehát a bevezetőben azt szerettem volna elmondani, hogy teremtés, védelem, ez egy sokkal általánosabb téma. Érinti az egész emberiséget. Érinti az igazságosságot, a szegényekre való odafigyelést. És erre kértek meg, hogy egy-két ilyen speciális témát ennek a fényében próbáljak tárgyalni, én és a másik. Hogyan tudok harmóniába kerülni egy tőlem különbözővel? Mivel foglalkozom? Cigánysággal, zsidókkal való párbeszéddel,
egy-két ilyen témát is kértek, hogy vessek föl ebben a néhány percben. Az első, amit szeretnék fölvetni, és ami talán hasznos ennek a hétnek a számára, az a férfi és a nő közötti különbözőség, úgymond másság. Ennek a megértése és a helyes módon való megélése. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon érdekes a mai világunkban ennek is a teljes fölborulása, amikor ezt mondja a mai modern nyugati ember, hogy tisztelem a másságot, akkor egy olyan másságot tisztel, ami egy pszichikai, társadalmi, genetikai vagy másfajta sérülésből fakad, nem a teremtőnek a tervéből, és azt a fajta másságot, amit viszont maga a teremtő alkotott, a férfi és a nő csodálatos, különböző, végtelenül gazdag világát, ezt mintha el akarná törölni. A teremtő által adott gyönyörű sokféleséget eltörli, a férfi és a nő különbözőségét eltörli, és helyette a saját maga által gyártott, vagy pedig valamilyen sérülésből fakadó másságot magasztal föl. Mi a teremtő által adott különbözőség férfi és nő között? És hogyan okoz ez néha nehézséget a házasságban, a párkapcsolatban? Úgy gondolom, hogy a legfőbb különbség férfi és nő között nagyon nyilvánvalóan abból fakad, hogy a nő az, aki édesanya lesz, aki gyermeket fogan, a testében hordja, a világra hozza. Ez a legalapvetőbb különbség férfi és nő között. És ebből rengeteg minden más dolog fakad. Mi fakad abból, hogy a nő az, aki a testében hordja és aztán a világra hozza a gyermekét? Elsősorban az, hogy a nő rendkívüli módon ráhangolódik a gyermekére. Szinte szimbiózisban él vele. Óriási fájdalommal, de még nagyobb örömmel életet ad neki. Kezében tartja, szoptatja. Nagyon hamar megtanulja, hogy mitől sír a gyermek, minek örül. Hogyan kell hozzá nyúlnom, hogyan kell vele bánnom. Egy édesanya, egy nő fantasztikusan érzékenyé válik a másik emberre. Megérzi azt, hogy mi fáj neki, minek örül, mire van szüksége. És ez aztán szinte kódolódik a nőben. Már egy kislány is fantasztikusan érzékeny arra, hogy mi van a másik emberben. Mit gondolhat? Ez úgy gondolom az egyik legalapvetőbb különbség férfi és nő között. A férfi nagyon nehezen tud az érzéseiről beszélni. Nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert nem tud. Nem tudja őket megnevezni sem. Nagyon sok nő, amikor a férjével próbál kicsit mélyebb dolgokról beszélni, akkor óriási nehézségekbe ütközik. A férfit nagyon nehéz ilyesmiről megszólaltatni. És nagyon sok feleség egy kicsikét egy idő után föladja. És azt mondja, hogy ez egy fatuskó, ezzel ilyesmiről nem lehet szót érteni. Úgy gondolom, hogy óriási hiba. A férfinek vannak érzései. Éppen olyan nagyok és hatalmasok, mint egy nőnek. Egy férfiből a mélyből föltörnek az érzések, az néha félelmetes, olyan, mint egy vulkán. Csak a férfi nagyon nehezen tudja a felszínre hozni. Egy gyönyörű női művészet, a feleségnek az egyik legnagyszerűbb feladata, valahogyan a férjét megszólaltatni. Ezeket az érzéseket fölhozni a mélyből. Ez nem egészen könnyen és magától megy. Szoktam néha így fogalmazni, hogy egy kicsit ki kell érdemelni azt, hogy egy férfi megszólaljon. Ez nem magától történik. A férnek éreznie kell azt, hogy a feleségemet tényleg érdekli, amit nagy nehezen, szaggatottan, hosszú szünetekkel esetleg megpróbálok kimondani. Ki tudja várni. Nem szakít félbe, nem kezd hirtelen magyarázni a barátnőjéről vagy másokról. Tényleg érdekli, tényleg érti. Egy gyönyörű női művészet megszólaltatni a férfi lelkét.
József Attila erről írta, ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt, a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Feleségeket kérdezem, vagy kérdezzék meg maguktól a lelkük mélyén, tudom-e a férjemet értő fülekkel hallgatni, kérdezni? Ha leülünk kettesben beszélni, akkor nem az történik-e, hogy 80-90%-ban én beszélek? Egy kis panasz délután, kíváncsi vagyok-e arra, amit ő szeretne mondani? Van-e türelmem, van-e 100 kérdésem, amivel valahogyan előcsalogatom? Visszatérve, tehát egy óriási különbség férj és feleség között, hogy a nő nagyon-nagyon érzékeny. Rengeteg mindent megérez. Például jön haza a gyerek az iskolából, és mondjuk valamit eltitkol, hogy egyest kapott, bántották. Az édesanya általában egyből megérzi, hogy itt valami baj van. Akkor is, ha a gyerek semmit nem mond erről. Az apa általában nem. Akkor se, ha focizik a gyerekkel egy fél órát, neki nem tűnik föl, hogy itt valami nincs rendjén. Nincs meg ez az érzékenysége. Egy könyvben olvastam erről egy hasonlatot, ami azt mondta, hogy a nőnek a bőre vékonyabb, ez egyébként fiziológiailag is így van, de ezt egy ilyen hasonlatként használta. Sokkal több dolog a külvilágból, ami történik a másik ember szívében, a nő szívéig eljut, megérzi, érzékeli. A férfi bőre vastagabb, keményebb, ezért is tud néha nagyon nagy sérüléseket okozni a feleségének, néha anélkül, hogy észrevenni és akarná. Olyan, mint egy nagy elefánt, ami szépen lassan mozog a porcelánboltban, nem veszi észre mondjuk, hogy a kisegeret eltaposta, esetleg csak később, amikor már folyik a vér, akkor látja, hogy valami bajt csinált. A férfinek a természete kicsit keményebb. Néha akaratán kívül is fájdalmat, szenvedést, sebet okoz a feleségének. Visszatérve, tehát a feleség rengeteg mindent megérez. Nagyon érzékeny. Sokkal sérülékenyebb. És azt gondolom, hogy ebből fakad nagyon sok nehézség a párkapcsolatokban. Hadd mondjak el egy tipikus esemény sort, ami nagyon sok házasságban újra és újra ismétlődik. A feleség valamin egy kicsit megbántódik. Mondjuk a férje mindent elfelejt, ami a családdal kapcsolatos, állandóan késik, mintha mindenki más és minden más fontosabb lenne, mint a felesége meg a családja. Vagy a hangszíne nem olyan, mint régen, mintha indulatokkal lenne tele. Vagy soha nem hoz virágot, soha nem kedves. Valamint a feleség kezd egy kicsikét megbántódni. Jó esetben a férj észreveszi, hogy a feleség kicsit lógatja az orrát, de általában azt nem tudja a férj, hogy pontosan miért, hogy mit rontottam el, hogy mi itt a baj. Igen, gyakran a feleség ezen még jobban megbántódik, hogy nem veszi észre. És csak azért sem mondja el, hogy figyeljen már oda jobban, szeressen engem jobban, jöjjön már rá. Azt gondolom, hogy óriási nagy hiba. Ha egy feleség szeretné, hogy az ő nagyon színes, bonyolult, néha hullámzó, néha férj számára alig-alig érthető és követhető érzelmi életét, a férj egy kicsit is értse, egy kicsit is tudja követni, akkor állandóan jeleznie kell. Apró, bölcs jelzésekkel állandóan jelezni kell, hogy minek örülök, és mi az, ami fáj. Ha ezt a feleség nem teszi, akkor nagyon hamar óriási falak épülnek férj és feleség közé. A férj nem fogja érteni, hogy mi a baj, a feleség egyre jobban megbántódik, egyre jobban védi magát és bezárul. Főként talán a házasság elején nagyon fontos ez, pontosan jelezni azt, hogy minek örültem. A feleség szinte használati utasítást ad önmagához a férjének, hogy engem így kell szeretni, így kell udvarolni,
ennek örülök. Fölbátorítja arra, hogy így bánj velem, ezzel okozol nekem örömet. Magától a férj szinte soha nem fogja megtanulni, vagy nagyon-nagyon lassan, rengeteg fájdalom után. Egy bölcs feleség nagyon hamar a házasság elején ügyesen erre a férjét megtanítja, minek örülök és mi az, ami fáj. Egy másik nagyon alapvető különbség férj és feleség között, eddig inkább a feleségeknek adtam tanácsot, hogy ügyesen, bölcsen jelezzenek. Talán még ehhez annyit hadd tegyek hozzá, hogy amikor a feleség fontos dolgot akar mondani a férjének, például egy ilyet, hogy ez egy kicsit rosszul esett, ezt ha lehet jövőbe kerüld el, ezt nem hosszú szófolyamokba elrejtve kell mondani. Legtöbb nő kedvesen akarja megmondani, nem ilyen drasztikusan, és belerejti, belecsomagolja egy hosszú kis mondókába. Kedves feleségeknek szeretném mondani, hogy általában a férfi ebből a sok-sok mondókából nem tudja kiszűrni, hogy a felesége mit is szeretett volna mondani. Öt perc után a figyelme kissé lankad, és nem fogja tudni megérteni. Joga van, helyes is, hogy a feleség sokat beszéljen a házasságban. A férfinek kutya kötelessége sokat hallgatni. De ha a feleség fontosat akar mondani, akkor úgy gondolom, hogy azt ő mondatban kell elmondani. Nagyon világosan. Hogy tegnap, amikor ezt mondtad nekem, ez rosszul esett, fájt. Ha lehet, ezt próbáld kerülni. Vagy tegnap, amikor hoztad a virágot, vagy kivitted a szemetet, nagyon jól esett. Annyira boldog voltam. Tehát ilyeneket nagyon világosan kellene átadni, segíteni a férnek, hogy hogyan szeresse a feleségét. A másik dolog, amit szerettem volna elmondani, és ez inkább a férjeknek szóló tanács lenne, megint csak egy alapkülönbség férj és feleség, férfi és nő között. Úgy gondolom, és nagyon sok házasságról szóló könyv ír erről, hogy a szerelem, a szeretet egy titokzatos körforgás, életáradás férfi és nő között. És ennek a körforgásnak a beindítója, a motorja elsősorban a férfi kell, hogy legyen. Ez így van a testi kapcsolatban is, a férfi, aki ad, a nő, aki befogad, de egy kicsit így van lélektanilag is. Rengeteg népszokásunk őrzi ezt. A férfi az, aki udvarol. Ő kéri meg a lány kezét. Előre engedi az ajtónál. Lesegíti a kabátját. Ha valami kis nézeteltérés van, Magyarországon én palóc családok között hallottam, nem tudom, hogy máshogy ez mennyire létezik, ott egy íratlan törvény volt, hogyha kicsit is hangosabb szó elhangzott férj és feleség között, utána van egy kicsit csönd. Az a törvény, hogy mindig a férj kér először bocsánatot. Úgy érzik, hogy ez így lovagias, így szép. Az első lépést a férj tegye meg. Nyilván ez akkor működik, ha utána egyből a feleség is mondja, hogy bocsánat, és utána akkor tudják folytatni kicsit több szeretettel, több bölcsességgel a dialógusukat. De az első lépés egy ilyen kis mosolyszünet után mindig a férjé. Úgy gondolom, hogy a férfiak számára ez egy nagyon-nagyon fontos tudás, mitől lesz a házasság életteli és szép. Egy férfinak kell tudni egy életen át udvarolnia, energiát vinni a házasságába, ötleteket, fényt. Ha egy férfi erre képes, és ahogyan hazaér, tudja sugározni a felesége felé annak, hogy azt, hogy örülök annak, hogy ő a feleségem, tudja őt dicsérni, tud programokat kitalálni, tud a kapcsolatba energiát, szeretetet, szívet beletenni. Egy nő ettől szárnyakat kap, százszorosan visszasugározza. Ha egy férfi erre képtelen, akkor a nő ebből a null pontból képtelen a házasságot hosszú távon kirobbantani. Az nem egészen természetes, hogy a nő kezdjen el udvarolni.
Egy ideig még recsegve, ropogva megy a szekér, de aztán lassanként megáll. Vagyis a férfinek szüntelenül egy életen át kell tudnia adni. Ebbe a kapcsolatba energiát, a szívét beletenni. És ez néha nem is egészen könnyű. A férfinek kell, hogy legyen egy titkos kincses tára, ahonnan merít, és ahonnan tud adni a feleségének. Ezért is óriási kincs, ha a férfi hívő, és tud az Istenből meríteni. Tud úgy hazamenni, hogy adok a feleségemnek, a gyerekeimnek, a családomnak. Esetleg javaslom, akik házas párként vannak itt, írjanak egy kicsi levelet a hét folyamán egymásnak. Ennek a levélnek lehet ez a három kezdő szava, hogy köszönöm. Le lehetne írni azt, hogy mi az, amiért őszintén hálásak vagytok a másiknak, amit általa kaptatok, amit benne szerettek, ami nélküle az életetekből teljesen hiányozna, vagy hiányzott volna. A második kezdő szó lehetne ez, hogy fáj. Mi az, amit úgy éreztek, hogy a kapcsolatotoknak terhe, nehézsége? Itt lehet olyat említeni, ami elsősorban a másiktól függ, de jó lenne olyat is említeni, ami elsősorban én tőlem függ. Tudom, hogy sajnos ebben javulnom kellene, alakulnom kellene, rajtam is múlik az, hogy a kapcsolatunk épüljön, mélyüljön. És a harmadik szó lehetne az, hogy szeretném. Itt lehetne leírni azt, hogy mit gondolok, mitől lehetne a kapcsolatunk jobb, szebb. Mit kérek a társamtól, mi az, amit én esetleg szeretnék megtenni. Ígérem, hogy igyekszem megtenni a kapcsolatunk mélyüléséért. Lehetne utána a leveleket kicserélni, és egyik ebéd után egy nagyot sétálni, átbeszélni, hogy ki mit kapott a levél elolvasása által. Hadd zárjam ezt a gondolatkört azzal, hogy vannak nagyon szép, életerős házasságok. Talán a mai világban úgy tűnik, rengeteg házasság esik szét. Filmekben is, ha egy kicsit kedvesebb jelenet van férfi és nő között, az szinte kizárólag házasságon kívüli élethelyzetekben van, mint hogyha a házasság a boldogságnak a vége, vagy pedig valami fajta börtön lenne. A valóság, hála Istennek, nem ez. Van nagyon sok életerős és szép házasság. Budapesten ismertem egy 7 gyermekes családot, erős egyéniség volt, férj és feleség is, néha hallottam őket kicsit egymásnak ütközni is, őszinte emberek voltak, ezt sem rejtették el teljesen előlem. És egyik alkalommal mentem föl a családhoz valamilyen ügyben, feleség volt csak otthon, és a legkisebb fiúk, aki sérült volt, és velük élt már felnőtt korában is. És az asszony, aki akkor 70 éves volt, azt mondta, hogy ilyenkor, ha nincs otthon a férje, mindig nagyon várja, kikinéz az ablakon. És ha meglátja, hogy az utcasarkon a férje befordul, akkor most 70 évesen is nagyot dobban a szíve. És ha a férje udvarol neki, mert néha szokott bókolni, akkor most 70 évesen is elpirul. Nem igaz az, hogy elmúlik a szerelem, és megmarad csak valami fogcsikorgató hűség. Nyilván van, ami elmúlik. Van egy sziporkázó, kicsit irreális rózsaszín kötfelhő, ami elmúlik. De ami ehelyett jön, az nem kevesebb. Egy szép házasságban megmarad a házasságnak, a párkapcsolatnak a megrendítő, egész emberi szívet átjáró öröme, hálája, szinte fizikai összetartozása. Tisztelni a másikat, úgy gondolom elsősorban ezt jelenti, Isten teremtett világát tisztelni férfiként, ezt jelenti, hogy van egy kicsi érzékem arra, hogy milyen a nő. Tudom az ő érzéseit felfogni, megtanulni, tiszteletben tartani. Nőként megint csak
tisztelni azt, amilyen a férfi. Megérteni, hogy belőle ez az érzékenység hiányzik, nem rossz akaratból, hanem a természete folytán. Átérnék egy másik témára egészen röviden, a cigány testvéreink helyzetére. Sok mindent lehetne erről mondani. Magyarország, a Kis-Magyarország lakosságának jelenleg kb. 8%-a cigány, illetőleg roma származású. Ez egy óriási nagy szám, és a következő évtizedekben ez még meredeken nőni fog. Ez azt jelenti, hogy a cigány testvérekkel való együttélésünk a magyarságnak az egyik legfontosabb sorskérdése. Harag Péter volt családügyi miniszter, mondta, hogy a magyarságnak jelenleg két nagy sorskérdése van. Az egyik a demográfiai szakadék, ami felé tartunk, hogy egyre kevesebb gyermek születik, a másik pedig a cigányság. Ez a két legfőbb feladat, amit valamilyen módon meg kell oldanunk, ha ezt nem tudjuk, akkor alig-alig képzelhető el, élhető szép jövő ebben a közös hazában. A cigányság ősei körülbelül 600 éve vannak a Kárpát-medencében. Indiából indultak el 1001 táján Krisztus után. Mahmud szultán Afganisztán irányából hódította meg észak-nyugat Indiát, és hódította meg Delhi városát is. Ekkor menekült rengeteg ember Indiából a szélrózsa minden irányába, és ők az európai cigányságnak az ősei is. A cigány nyelv teljesen egyértelműen Indiából eredő nyelv, az újind nyelvek elsősorban pandzsábi és rajasztáni nyelvnek a rokona. Ha valaki jól tud cigányul és elmegy Indiába, akkor simán tud társalogni az ott élő emberekkel. Annak ellenére, hogy körülbelül 600 éve a cigányság ősei itt vannak a Kárpát-medencében, és talán az ember úgy gondolhatná azt is, hogy ez szinte egy megoldhatatlan kérdés. 600 év alatt nem tudtak integrálódni, akkor ez nem fog sikerülni soha. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási tévedés. Ugyanis a cigányság, bár itt volt a Kárpát-medencében, soha nem kapcsolódott be igazából a nyugati civilizációba, egészen olyan 70-80 évvel ezelőttig, hanem a társadalom peremén élt. Erdőkben, sátrakban, putrikban. A legelső falu, ahol én cigánysággal foglalkoztam, Érsekvadkert, ott megmutatták még az idősebb cigány emberek azt, hogy ők hol születtek. Ez a falunk kívül levő telep volt, putrik, tehát földbe ásott lukak. Ebben születtek. A 40-50 éves cigány emberek még ott születtek. Ha esett az eső, akkor ázott, ömlött be a kis putriba is a víz. Nem volt fürdőszoba, nem volt iskola, nem tudtak írni, olvasni. Vagyis azt, amit a magyarság ősei kb. 1000 éve tanulnak, ezt a cigányság alig 70-80 éve kezdte el tanulni. Az, hogy mit jelent az idő, mi az, hogy munkahely, mi az, hogy magántulajdon, mi az, hogy tisztálkodás, mi az, hogy írás, olvasás. Ezt a cigányság alig 70-80 éve kezdte el tanulni. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos ezt megértenünk, ahhoz, hogy kellő türelemmel, kellő megértéssel lássuk a cigány testvéreink helyzetét. Ez alatt a 70-80 év alatt a magyarországi cigányság egy óriási utat tett meg fölfelé. Ha nagy távlatban látjuk, akkor a fejlődés óriási és döbbenetes. És egész Európában az egyik legjobb állapotban, minden nehézség ellenére a magyarországi cigányság van. Az olaszországit, franciaországit, angliait messze meghaladó a cigányságnak például az iskolázottsága. Jelenleg Magyarországon a cigány gyerekeknek kb. 90%-a a 8 osztályt elvégzi. Ez egy döbbenetesen nagy eredmény.
Szinte sehol Európában ez nincs így. Egyedül Spanyolországban vannak hasonlóan jó eredmények. A cigány gyerekeknek kb. 24% szakmát szerez, kb. 11%-uk érettségizik. Ezek már nem annyira fényes számok, de Európában még mindig a csúcson vannak. Főiskolán, egyetemen a hallgatók kb. 2-3% cigány. Ami azt jelenti, hogy egyre inkább van egy nagyon is létező és tenni akaró cigány értelmiség. Vagyis a magyar társadalom óriási lépéseket megtett a cigányság felé, próbálta ezt a fejlődést segíteni, és ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy eredményeket értünk el, amire a magyar társadalom nagyon büszke lehet. Én azt gondolom, hogy az alagútnak a vége szinte már látszik. Egy 50-100 éven belül úgy gondolom, hogy szinte a teljes integráció megvalósulhat a többségi társadalom és a cigány testvéreink között. Az egyházunknak az alapfölfogása a cigánysággal kapcsolatban az, hogy három oszlopra kellene építeni a cigányság fölzárkózását. Az első az oktatás, a második a munkahely teremtés, a munkához juttatás. A kettőt egymástól teljesen elválaszthatatlan. Nyilvánvaló, hogy ha valakinek nincs végzettsége, akkor nagyon nehezen tud jó munkahelyet találni. De ez érdekes módon megfordítva is igaz, és erre kevesen gondolnak, hogyha nincs reális munkalehetőség, mondjuk Észak-Kelet Magyarországon, ahol sajnos igen gyakran ez a helyzet, borzalmas leszakadó térségeink vannak. Egyre több olyan régiója Magyarországnak, ahol 100%-ban cigányok lakta falvak, teljes reménytelenségben, teljes nyomorban, teljes kiúttalanságban. Ha egy gyerek előtt nincs ott a reális remény arra, hogy valaha munkát tudok találni, normális megélhetést, ebből a nyomorból ki tudok törni, akkor nagyon nehéz őt motiválni arra, hogy tanuljon és küzdjön. Tehát a kettő, a munkahely és az oktatás egymástól elválaszthatatlan. És ezt a kettőt csak együtt lehetne megmozdítani. Egyébként a Magyar Állam a közfoglalkoztatási programmal azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányba próbált lépni. Azt azért látni kell, hogy ez egy első kicsi lépés. Az a fizetés, amit ezért adnak, egy nagyon szánalmas fizetés, jelenleg kb. 70 ezer forint, ha az embernek semmi más kötelezettsége nincs, éppen a túléléshez, az éhhalál elkerüléséhez elég. Nem egy igazi piaci munkahely, ez csak egy fél lépés az igazi foglalkoztatás felé. Az egyházunk Magyarországon jelenleg 62 olyan közösségi házat hozott létre és működtet, ahol cigány gyerekek délután tanulnak. Ezek úgynevezett tanodák, nem mindegyik állami kategóriáknak megfelelő tanoda, de ehhez hasonló intézmények, amelyek abban segítenek cigány fiataloknak, hogy az iskolát ne hagyják abba. Igen, gyakran a cigány gyereknek az iskolában rengeteg a kudarc élménye, az elutasítottsága. És nagyon fontos neki átélni délutánonként egy olyan közegben, ahol ő otthon érezheti magát, ahol értik az ő gondjait. Ilyen közegben segíteni őt a tanulásban és az iskolában való megmaradásban. Egy fél szót mondanék a zsidóságról, és utána befejezem a gondolataimat. Zsidó testvéreink körülbelül 2000 éve a Kárpát-medencében itt vannak, tehát jelen voltak már a Római Birodalom idejében is, sírkövek és nagyon sok minden tanúsítja a zsidóság jelenlétét itt, ebben a régióban. Nem később jött idegenek, megint csak nagyon régi idők óta ezeken a területeken éltek. Jelen van a zsidóság az Árpád-házi királyaink óta, többek között, nem tudom ez mennyire közismert, de a legelső pénzeinknek a nagy részén vannak héber betűk, mert zsidó pénzverők
készítették, a magyar királyaink pénzét őnekik volt meg ez a szaktudásuk, és ezért is hívták őket Esztergomba, illetőleg később Budára. Tehát jelen van a cigányság, a zsidóság a történelmünkben kezdeti időktől fogva. A nagy többsége azonban a magyarországi zsidóságnak 1700-as, 1800-as években érkezett, főleg Galícia felől. A zsidóság nagy része lassanként teljesen magyar érzelművé vált. A 48-as szabadságharcunkban rengeteg zsidó fiatal küzdött és adta az életét ezért a közös hazáért. Nagyon sokan azt mondják, hogy ha nem lett volna a nácizmus, és nem lett volna a második világháború, akkor talán a magyarországi zsidóság teljesen asszimilálódik. Ebbe az irányba mentek. Abban az óriási ipari és gazdasági fejlődésben, ami a millenium körül, az első világháború előtt Magyarországon volt, ebben óriásit köszönhetünk a magyarországi zsidóságnak is. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladatunk a párbeszéd kapcsán a zsidósággal, az a zsidóság történetének, realitásának a helyes megismertetése. Rengeteg olyan fiatal van, akinek tele van a feje abszolút torz elképzelésekkel, féligazságokkal, és emiatt támadnak a társadalomban néha teljesen alaptalan és irreális gyűlöletek és előítéletek. Szentföldön tanultam 3,5 évet, és egyszer biciklivel mentem. Szerettem volna, hogy kicsit két kezemmel, lábammal ismerni a Szentföldet. Óriási hőségben kidurrant a biciklim kereke, és nagy nehezen egy kibuc szélére tudtam betolni. És bemegyek, próbálok ügyetlen angolsággal, meg egy pár héber szóval segítséget kérni. Egy idősebb asszony van ott a kibuc bejáratánál, egy kicsit furcsán néz, és utána megkérdezi, hogy maga nem magyar? Egyből a hangsúlyból megérezte, és aztán mondom, hogy mi a baj. Egyből hívja a férjét, a kipukkat, kereket megcsinálják, de hát jó lenne neki egy-két órát még száradni. Hirtelen kitalálják, hogyha gondolom, aludjak náluk. Így is lett, és ahogyan este vacsoráztunk, kiderült, hogy ez az asszony, aki Kárpátalján született, ottani magyar zsidó, az 56-os forradalmunknak egy nagyon nagy hőse, Tovább Meyer a neve, akit így is neveztek, hogy a szénatéri vadmacska, aki az ott áthaladó, sebesült autókat halált megvető bátorsággal védte az utolsó pillanatig, nőlétére, az egyik nagy hőse az 56-os forradalmunknak. Egyik ámulatból a másikba estem, hogy katolikus kispapként, ilyen szép kis papi ruhában, egy zsidó asszony nem csak a biciklimet javítatja meg, szállást kínál, és aztán kiderül, hogy 56-os hős. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent a zsidóságról nem tudunk, vagy hamisan tudunk. Nagyon fontos lenne a realitást megismertetni a fiatalokkal. Nyilván vannak a zsidóságnak történelmi bűnei, erről sem tilos beszélni. De nagyon fontos látni a teljes, reális képet. Akár tudni azt, hogy ilyen személyek, mint mondjuk Czóbel Béla, Füst Milán, Neumann János, Radnóti Miklós, Sík Sándor, Rejtő Jenő, Szerb Antal, Weiss Manfred, Cvak Péter, Molnár Ferenc, és lehetne hosszan sorolni, olyan kincsei a történelmünknek, akiket a zsidóktól kaptunk. Hatalmas kincset hoztak nekünk. Fontos azzal is szembenézni, hogy ami a második világháború alatt történt Magyarországon, kb. 500 000 zsidó honfitársunk elpusztítása. Ennek a felelőssége nyilván elsősorban a náci ideológia, ennek a sátáni ideológiának a kitalálóit terheli, meg ennek a főműködtetőit. De fontos azt is tudni, hogy bűnrészessége
van ebben a magyar államnak és a magyar társadalomnak is. Ha Horthy Miklós 1944. július 6-án a zsidók deportálását meg tudta állítani, és hála Istennek megtette nagyon-nagyon későn, 500 000 ember elpusztítása után, de hála Istennek megtette. Ha ezt meg tudta tenni július 6-án, ez azt mutatja, hogy valami kicsi mozgástere volt. És ezt megtehette volna egy hónappal előtte, vagy két hónappal előtte is. Sajnos az is történelmi tény, az is a valóság része, hogy a magyar társadalom vagy nagyjából közönnyel, tehetetlenül nézte a honfitársai, a vidéki zsidóság, a kicsi boltosok, patikusok, stb. Elhurcolását, nagyon kevesen voltak, akik a kisujjukat is megmozdították volna. És sajnos a magyar államvasutak, a rendőrség, a katonaság mind együttműködött. Nagyon nagy ellenállás sehol sem volt. Egy-két hősünk van, akik zsidókat rejtegettek, mint Sarkaházi Sára és mások, de sajnos egy-két kézen megszámolhatjuk őket. Ezzel is fontos szembenéznünk. És fontos egy kicsit értenünk az életben maradt zsidóságnak a rettenetes fájdalmát. Azt gondolom, hogy egy nemzetnek a nagyságát mutatja, ha a történelmi bűneivel képes szembenézni. A másik pedig, amit szeretnék még ebben a témában elmondani, hogy a zsidók bizonyos értelemben nagy szövetségeseink. Kevesen gondolják így, de a széteső nyugati világunkban az a fajta mentalitás, amelyik hisz egy Istenben, hisz a 10 parancsban. És a zsidóságnak a magja ilyen. Ők a kereszténységnek alapvetően szövetségesei. És ezt a zsidó rabbik ugyanígy gondolják. Van egy gyönyörű nyilatkozata az ortodox zsidó rabbiknak, ami ezt mondja, hogy azt a kinyújtott kezet, amit a katolikus egyház most már lassanként 60-70 éve újra és újra nyújt felénk, végre el kellene fogadnunk. És végre föl kellene ismernünk, hogy ebben az egyre inkább széteső nyugati világunkban kereszténység és zsidóság együtt tehetne azért, hogy a hit és az erkölcs értékei megmaradjanak. Nagyon köszönöm a figyelmet, sokféle színes témát próbáltam előhozni. Az alapgondolat ez, én és a másik. Igazi békesség akkor lehet, ha tiszteletben tartom a férfit, a nőt, ha figyelek a szegényre, a gyöngére, ha tiszteletben tartom a másik kultúrát, azt nem bedarálni, asszimilálni akarom, hanem elfogadom a különbözőségét is, ha tudok együtt élni a más kultúrával, a másik gondolkodású honfitársammal is, azokon az alapokon, amelyeket maga a Teremtő Isten adott az emberiségnek. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.